Idén is megrendezésre került Kartalon az igen nagy népszerűségnek örvendő Családi Nap június 29-én szombaton. A nagykőségi önkormányzat által szervezett egésznapos programon, gyönyörű napsütéses időben, főzőverseny, színes kísérőprogramok és ralliautó bemutató, illetve élményautózás várta a közösségi kikapcsolódásra vágyó kartaliakat a bölcsöde melletti játszótéren. A kartali családi nap egy a helyiek számára örvendetes eseménnyel vette kezdetét. A Császárúton ünnepélyes útátadásra került sor, ugyanis az elmúlt hónapokban a PM Önkormút 2018/73-as elnevezésű pályázat keretében 9 belterületi út újult meg, közel 160 millió forint értékben. A legjobb pályázatot írtuk országosan, amit önkormányzati tulajdonban levő belterületútak felújítására, korszerűsítésére tudtunk fordítani. Nagyon büszkék vagyunk erre a pályázatra, mert mint mondottam és ismétlem önmagam, országosan a legjobb pontszámmal nyertük meg ezt a pályázatot. Tehát maga a döntő bizottság úgy ítélte meg, nem csak a pályázat megfelelő és a legjobb, hanem megalapozottak a kéréseink, és valóban a Kartal település rászorul arra, hogy ezek a mellékutak fel legyenek újítva. Azt tudni kell, hogy ezek az utak 20-25 éve nem lettek felújítva, maximum kátyúzva. Tehát egy nagyon nagy mérföldkő, és azt gondolom, hogy tavaly évben már saját erőből elkezdtük a mellékutak felújítását, most pályázati forrásból folytatjuk, illetve ugyanúgy még benne van célként az önkormányzatnak a törekvéseibe, hogy tovább fogjuk nézni azokat az utakat, amit fel kell újítani, és az a cél, hogy egy-két éven belül Kartalon ne legyen olyan út, ami gondot, problémát okoz, bosszanságot az itt lakóknak, a gépjárművezetőknek. 9 utcát újítottunk be fel ebből a 150 milliós pályázatból, közel 8 millió forintos önerővel. Az önerőhez mindenképpen el kell mondanom, 3 éve vagyok polgármester, ilyet nem tapasztaltam még, de szerintem az előző polgármester kollégáim sem. A 8 millió forintot úgy, ahogy van, 2 vállalkozó adta össze. És itt megérdemlik a tapsot. A 2 vállalkozó, a település legnagyobb iparüzési adót fizető, legnagyobb alkalmazottat, kartali alkalmazottat foglalkoztató cége, a Tangazdaság. Nagy Ádámnak szeretném megköszönni, hogy rögtön, amikor megkerestem, mellé állt, ez mellé a projekt mellé, nem titok, hogy a Bartók Béla utcát, illetve a többi utakat is nagygépeikkel használják, tisztában van vele, és tudja azt, hogy ezekhez az utakhoz illet hozzájárulniuk, és 6 millió forinttal támogatták is az önkormányzatot. A másik nagyvállalkozónk, akik szintén beszálltak ebbe a projektbe, és az önerőt finanszírozták, ő pedig Sándor Ferenc és neje, Andrea. Ferencnek szintén köszönöm, hogy rögtön a legelső alkalommal, amikor megkerestem, rögtön partner volt, és természetes volt neki, hogy Kartal települést támogassa, hiszen ez a cég itt működik, karteliak dolgoznak a cégénél, és szívügyének érezte, hogy visszaadjon valamit a településnek. A beruházás keretében kapott új aszfalt burkolatot a Bartók Béla, a Béke, az Ady Endre, az Iskola, a Császár, az Rínyi, a Könyves Kálmán, a Köztársaság utca, valamint a temetőköz. Még nincs vége a felújításnak, bár most megtörténik az átadó. A rallit követően pár napban a Császár utcába, az Ady Endre utcába, illetve az Iskola utcába fekvőrendőröket fogunk elhelyezni, ezzel is növelve a biztonságot. Ez idáig még nem történt baleset, de a reggeli, illetve délutáni forgalom indokolja, hogy ezeket a fekvőrendőröket kitegyük, és lassítsuk a forgalmat. Folytatni fogjuk a beruházást a fásítással, több utcában is fákat fogunk ültetni, ezzel is a település képet szeretnénk javítani és szebbé tenni. Az utak felújításával nem álltunk meg, nem sokára el fogjuk kezdeni a következő projektet. Kartal település megnyerte a kerékpárutak felújítására is a pályázatot. Nem csak kerékpárutat, járdákat fogunk építeni.
a közlekedést meg fogjuk könnyíteni. Az azt jelenti, hogy augusztus-szeptember hónapban el fogjuk kezdeni a főúton a teljes kerékpárút felújítását, illetve körülbelül a járdáknak, meglévő járdák 70-80%-át teljesen felújítjuk. Abba egyetérthetünk a Kartal település lakosaival, hogy jó ideje nem lépésről lépésre haladunk, hanem azt gondolom, mi nem csak kocogunk, hanem nagyon futunk. Tehát lehet minket példának venni, és lehet utánunk szaladni, és remélem, hogy a kartaliak ezt értékelik, és örülnek is annak, hogy ilyen nagy ütembe fejlődik a település. Az elkészült utakra a kartali egyházak képviselői kértek áldást. A bazilikának, a Szent István bazilikának a homlokzatán lévő szentírási mondatnak nagyon nagy súlya van, sokszor ilyen-olyan alkalommal szívesen idézem. Ezt Jézus mondta önmagáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Nagyon fontos lenne, és őrizze is meg ezt az arculatát Karttal, hogy egy Jézus által mutatott úton járjunk. És az mindegy, hogy éppen aszfaltozott vagy sáros, ugyanis a lelkünk kell, hogy azon az úton haladjon egymás felé, vagy akár mindenki felé, aki alkalmanként idejön ebbe a községbe, Karttalra. Kívánok mindenkinek célba érést, élete útján is, akkor is, ha már idősek vagyunk, még van előttünk talán néhány év, néhány évtized is előfordulhat. Nem mindegy, hogy milyen úton járunk. Nem két út, sok út van előttünk, de van egy legjobb, legbiztosabb út. És ez a Jóisten által már születésünk előtt 9 hónappal kijelölt út, aminek a végén a Jóisten ölelő karja vár bennünket. Papi készfeltételem által legyen megáldva és megszentelve Karttal minden utcája az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Bizonyára fontos jellemzője egy útnak, hogy milyen anyagból készült. Az is, hogy milyen minőségű. Nagyokat zökken a bicikli, az autó, vagy simán tud siklani. Azonban mégis egy útnak a legfontosabb jellemzője, és itt József atya gondolatához csatlakozom, hogy hova vezet. Néha bizony le kell térnünk a sima útról a göröngyösre. Egyszerűen azért, mert csak az vezet oda, ahova el szeretnénk jutni. Jézus olyan útra hív, amelyet nem könnyű következetesen végigjárni. Keskeny, göröngyös, kátyúkkal tartított. Egyetlen okunk van csak, hogy mégis ezt válasszuk, hogy az életre visz. Egy református költő, Varga Gyuláné által írt ének első verszakát szeretném idézni, mint egy imádságként zárásképpen. Vezess Jézusunk, véled indulunk, küzdelemre hív az élet, hadd kövessünk benne téged. Fogjad a kezünk, míg megérkezünk. Amen. Karttal polgármestere a projekt támogatóin és kivitelezőin túl köszönetet mondott az útberuházásokat tervező, a kivitelezést ellenőrző Nalami Kft. Jelenlévő képviselőinek, Nagy Lajos ügyvezetőnek és Jaszak András építőmérnöknek. Az átadást jelképező nemzeti színszalagokat rendhagyó módon egy ralliautó szakította át, navigátor ülésében dr. Gyöngy Mónika alpolgármesterrel. Ezzel a családi naphoz kapcsolódó nagy sikerű ralli nap is kezdetét vette, ahol az érdeklődők testközelből ismerkedhettek a versenyautókkal, és nem csak kívülről szemlélhették a szágódó autókat, hanem egy-egy kör erejéig maguk is beülhettek a pilóták mellé.
Mindeközben kezdetét vette a családi nap keretében megrendezett főzőverseny is, melyre 15 csapat nevezett, köztük intézmények, baráti társaságok és civil szervezetek. A versenyhez a Nagykőség önkormányzata 3-3 kg hús biztosított minden csapat számára, minden más kellékről a nevezőknek kellett gondoskodniuk. A főzőversenyen szép számban képviselték egyesületüket a helyi nyugdíjas klub tagjai is. Mi a Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület csapata vagyunk, olyan 30 fővel vagyunk kint. Nagyon jól éreztük magunkat, finomat főztünk. Hentes tokányt főztünk. És mi volt hozzá a köret? És egyáltalán ezt a hentes tokányt hogyan készítették el? A tészta volt hozzá. Hát a hentes tokány, a hagymát megpirítottuk, szalonnát pirítottuk, uborka, összeg, szalonna, füstölt szalonna, mustár bele. Úgyhogy készítettük el. Paprika, paradicsom. Igen. És milyen volt a hangulat, hogyan szervezték össze, hogy ebből egy igazi csapatmunka legyen? Reggelről nehezen indultunk, mert nem volt helyünk, de az végül is lett, minden összejött, és jó sikerült minden, jó volt a hangulat, jó sikerült az étel, úgyhogy örülünk neki. Előfordul-e, hogy Kartalon, vagy esetleg más településen is részt vesznek főzőcsapatként? A főzőcsapatként még nem vettünk részt, de ilyen falurendezvényeken, falunapokon sűrűn, meghívásra, népviseletbe öltözve, Galgamenti népdalcsokorral, néptánccal szoktunk szerepelni. És hát szívesen hívnak minket, viszont mi is szívesen visszahívjuk a kapcsolatainkat. A világéknak is! A főzőversenyen túl a családi nap programjainak megszervezésében több kartali intézmény kollektívája is részt vett. Eddig ahányszor volt ez a családi nap, mindig mi is részt vettünk, de most az első alkalom, hogy mi is főzünk így csapatosan. Hogy szervezték ezt össze, és mire vállalkoztak valójában? Hát, hogy itt tavaly láttuk, hogy más azért főzött, és mi sem szerettünk volna ebből kimaradni, úgyhogy megbeszéltük a kollégákkal, hogy szeretnénk ezen részt venni, és így közösen megbeszéltük, hogy mi lecsót szeretnénk, hogy mi nem olyan igazi húsos ételt, hanem ilyen kicsit könnyedebb nyári ételt. És akkor összefogtunk, összehordtuk a finom alapanyagokat hozzá, és akkor közösen elkészítettük. Hányan vannak itt a rendezvényen, hiszen elég szépen megtöltik a sátrukat, és kik pontosan? Hát alapjában az óvodában 37-en dolgozunk, és azt gondolom, hogy az óvoda dolgozónak az öme 90%-a itt van, aki nem, ő jelezte valamilyen nyári nyaralás, vagy ilyen program miatt nincs itt, és közösen mindenki, a konyhai dolgozóink, a dajka nénieink, pedagógiai asszisztensek, és persze az óvonénik is aktívan itt részt vesznek. Azt látjuk, hogy a jó hangulatot kíséri nagyon sok más finomság, mi mindent került még az asztalukra. Igen, és ez nem volt megbeszélve, de ahogy érkeztek a kolléganők, mindenki valami finomsággal jött. Finom gyümölcsös tortával, pogácsával, akkor citromos álommal, az még a hűtőben van, és azt majd még kicsit délután majd közösen elfogyasztjuk még. Néhány héttel ezelőtt, amikor megtudtuk, hogy lesz ez a rendezvény, akkor mi nagyon örültünk, és azonnal elhatároztuk, hogy mi szeretnénk főzni, és megkínálni a családokat is, akik hozzánk ellátogatnak, mert hogy szeretnénk ezzel is összehozni ezek a közös rendezvények, ezek nagyon sok összetartó erőt, összekötést hordoznak magukban, úgyhogy eldöntöttük, hogy olyan valamit főzünk, amiben szívünk, lelkünk is benne van, és még egy kis palacsintát is sütünk hozzá, úgyhogy itt a mi sátrunkhoz érkező gyerekeket, szülőket mindennel meg is kínáljuk. Gulyáslevest készítettünk, bölcsis gulyáslevest. Kifejezetten attól is bölcsis, mert olyan kis apróra van minden vágva benne, úgy kértük, mert hogy számolunk azzal, hogy a pici gyerekeknek milyen igényeik vannak. Kartal legfiatalabb lakóit is színes programokkal várták a szervezők. A mindig nagy sikerű arcfestés, lufi hajtogatás és ugrálóvárak mellett a legkisebbeket a bölcsöde kisgyermek nevelői által vezetett kézműves foglalkozás várta, a nagyobbak pedig aszfaltrajzversenyre is benevezhettek. A
Játéksziget bölcsöde kisgyermeknevelői készítenek a gyermekekkel ragasztást és tésztafűzés technikával, ami ennek a korosztálynak a finom motorikájához kapcsolódó foglalkozás, kézműves tevékenység. A hozzánk járó gyermekek és a nagy testvérek is csatlakoznak, volt bölcsödéseinkkel is találkoztunk, már nagyon örülünk a nagyobbaknak is, mert őnekik is ez megfelelő foglalkozás. Mennyire fogékonyak a gyerekek általában a kézműves foglalkozásokra? Nagyon szeretik a kézműves foglalkozásokat, ezt a legkisebbeknél is tapasztaltuk már a bölcsödében, hogy amikor felkínáljuk ezeket a lehetőségeket, rögtön körénk repülnek és már fognak is hozzá. Nagy az alkotókedv ezekben a pici gyermekekben is. Mindvégig kint teszünk, ameddig jönnek a gyerekek. Én úgy gondolom, hogy 5 óráig biztosan várható még itt egy nagyobb tömeg. Valamikor többen voltak, valamikor kevesebben, de azért mindig 1-2 gyermek itt ült nálunk. Az aszfalt rajzversenyen 17 óvodás és 18 kisiskolás mérte össze rajztudását. Mindenfélét rajzolhattak a gyerekek, nem volt elvárás, amit szerettek volna, minél színesebb, minél jobban felismerhető formát rajzoljanak a rajzkockába. És milyen rajzok születtek az aszfalton? Mindenféle. Voltak egyéni rajzok állatokról, formákról, autókról, de voltak olyan rajzok, amik teljesen kitöltötték az egész teret. Könnyű dolog az aszfaltra rajzolni valójában? Nem könnyű, most tapasztaltuk, láttuk a kicsiknél, akik nehezen is fogták meg a krétát, a színes krétát, és rajzolni is sokkal nehezebben rajzoltak, mint egy ceruzával. Nem volt egyszerű nekik. Ugye ez egy versenyfelhívás, kik bírálták az elkészült rajzokat, és milyen szempontok alapján? Mi óvónénik és tanítónénik bíráltuk, néztük, hogy mennyire felismerhető a forma, néztük, hogy milyen színes, mennyire tölti ki a teret, és azt is néztük, holott ismerjük a gyerekeket, hogy ki hány éves, és a korosztálynak megfelelően milyen rajzot tudott készíteni. A rajzverseny eredményhirdetésére a délután folyamán került sor. A nyertesek számára a díjakat dr. Gyöngy Mónika alpolgármester és Langa Gábor önkormányzati képviselő, a Pénzügyi és Kulturális Bizottság elnöke adta át. Az óvodások közt első helyezést ért el Mór Nóra, az iskolások korcsoportjában pedig Kalmár Nóra kapta az első helyezetnek járó tárgyutalmat, de a helyezést el nem ért gyerekek is kaptak ajándékot. A főzőverseny csapatai által elkészített ételeket a Szlucska Gábor, Zámbó László, Sinkó Albert és Koreny István alkotta 4-tagú zsűri értékelte. A zsűri 6 főszempontot igényelt az értékeléshez. A főzőhely tisztasága, a megjelenés, a főzőhely dekorálása, ízek harmóniája, zamata, az ételek állaga, az étel egyedisége, illetve a tálalás díszítés szempontok szerint zsűriztük az elkészült ételeket. Nagyon nehéz helyzet elé állították a zsűrit, hosszas tanakodás után alakult csak ki a végeredmény. Nagyon átgondolt ételek kerültek felszolgálásra, borzasztó jó ízvilágúak, úgyhogy tényleg nagyon nehéz helyzetben volt az egész zsűri csapat, és vitatkoztunk is, de hát megszületett az eredmény. A zsűri elé bélszín medalionokat vittünk burgonyapürével és szilvalekvárral. Szeretjük a kihívásokat, a bélszín az egy kényes étel, ezért úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk egy ilyen nehezebb ételt elkészíteni, reméljük, hogy a zsűri ezt értékelni fogja. Láttunk még itt még egy ételt, amit elkészített a csapat, azt miért is, és mi az a finomság, ami a bográcsban van? Ez vörösboros csülkös sertéspörkölt. Ez tulajdonképpen a saját ebédünk, és hát ilyenkor általában egy-egy ilyen külső rendezvényen a pörkölt az mindig nagyon megy, úgyhogy ezt magunknak készítettük főleg. A Kartali Családi Nap főzőversenyének eredményhirdetésén a zsűri elnöke elsőként a külön díjakat adta át. A jövőre ugyanitt elnevezésű díjat kapta a Kartali Önkormányzat csapata, a Retro Ízek külön díját a Farkasok csapata vihette haza,
A hagyományőrzés kategória győztese az Alfa Romeo team lett. Míg az Aranyfakanál díjat a Kartali Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület érdemelte ki fösztjével. A Kartali Családi Nap főzőversenyének képzeletbeli dobogójának harmadik helyére az Aranysasok csapata állhatott fel. Második lett az Etetlek nevet viselő alakulat, míg az első helyezésért járó fődíjat, illetve az érte járó serleget egy egyéni versenyző, Szarvas Ferenc nyerte el. Szerintem a legfontosabb az első helyezett, a Muflon pörköltet kiemelni. Az mellett kaptunk pacalpörköltől kezdve gulyáslevesig, sima lecsó, tojásos lecsó, cigánylecsó bodakkal, tokányt kaptunk, hát nem is tudom, tehát számtalan palacsinta, szóval számtalan finomabbnál finomabb ételeket kaptunk. A zsűri a díjazottakon túl minden résztvevő csapatot oklevéllel és ajándék itallal jutalmazott. A családi naphoz kapcsolódóan Kartalon második alkalommal került megrendezésre a Rally Nap, melynek központja az iskola udvarán kapott helyet, a versenyautók pedig egy lezárt, jól körülhatárolt körben száguldottak utasaikkal egész napon át, szinte megállás nélkül. Szeretettel köszöntöm a regionális televízió minden kedves nézőjét és munkatársait is. Üdvözlök mindenkit a napfényes Kartalon, ahová én a nagyon jó cimborám, a Baranyi Tibornak a meghívására eljöttem ide erre a rendezvényre, és hogy egy kicsit megdicsérjük a polgármester asszonyt is, akkor el kell, hogy mondjam, hogy egy remekül megszervezett bulin vagyunk itt. Én magamat hoztam főleg, meg az autómat. Én itt, mint tévés majom és internetes majom szerepelek. Az volt a dolgom, hogy annyi embert vigyek el, amennyit tudok, és amennyit bír a technika, meg amennyit bírok én is. Meg hogy egy kis mosolyt csaljunk, tudod, a gyerekek arcára, meg azok arcára, akik beültnek, bármelyik autóba, itt ugye a fiúk, ők profi autóversenyzők, én nem vagyok az, de azért igyekeztünk egy kicsit közelebb hozni ezt az egészet azokhoz az emberekhez, akik nem jutnak ki ilyen rendezvényre, és szerintem ez tök jó. Van ennek egy különlegessége ennek a napnak, hogy Kartaliként Kartalin rendezhet, tehát meg a rallit, ez miben tér el az országos bármely versenytől? Hát nem kis feladat számomra, a munka mellett ugye, és a vállalkozás mellett, viszont ez a hobbink is, és így ezáltal úgymond kikapcsolódás is. De ugye nem csak én kellettem ehhez, hanem a itt megjelent pilóták is. A pilóták és autóik az ország több pontjából érkeztek Kartalra. A helyek mellett gödöllői, jászberényi, apci, esztergomi, budapesti, jászberényi és miskolci versenyzők rótták a köröket, fáradtságot, üzemanyagot és a gumiabroncsokat sem kímélve. Kartali Rally rendezvény díszvendégeként is köszöntötték Önt. Miért mondható ez Önről? Talán azért mondható el ez, mert 20 éve rallizok. Az első rendezvénytől kezdve mindegyiken részt veszek, a kezdetektől. Nagyon szeretem ezt a rendezvényt. Szóval talán azért. A mai nap folyamán mondjuk hányadik kört tudta már le a mostanival? Hát nem számoltam rengeteget. Sajnos nagyon sok mindenkit nem is tudok vinni, mert nincs rá idő, energia. Hát kétszer tankoltuk már tele az autót. Ha tehetném, akkor éjfélig vinném az embereket, mert nem szeretek csalódást okozni nekik.
valahogy nekem az jutott, hogy inkább hölgyeket és kisfiúkat, kislányokat vittem. Sőt, így is álltam neki igazából, hogy inkább hölgyeket meg gyerekeket szeretnék vinni, mert valahol ez róluk szól, ez a rendezvény a gyerekekről. Hát ezt a Rally országos bajnokságban használom, 340 lóerő, 700 Nm nyomatékkal, amit lehet, az benne van. Egy jó autó szerintem. Mitől jó egy jó terep? Hát szerintem a mindenkinek a stílusától. Én jobban szeretem a murvás, csúszósokat, így most ez a pálya is már ki van hordva, kavicsos. Ez jobban szeretem, mint amikor még az elején tiszta aszfalt volt. Ezek a srácok, akik most itt vannak, ettől egyig mindnyáján tudják, hogy mit csinálnak. Szoktak részt venni ilyen eseményen, szoktak vinni utast, ugye teljesen máshogy viselkedsz, vagy mész az autóval, ha egy kis srácot viszel, aki mondjuk 6-8 éves, ő még azért nehéz lekötni, még libeg az ülésbe, óvatosan kell menni, vagy egy felnőtt, megtermett férfi embert, egy kicsit el lehet engedni, de nagyon-nagyon figyelve van arra, és ezt külön kiemelném, és ez nagyon-nagyon jó, főleg a legutóbbi Torkomoson történtek tükrében, hogy nagyon jól vannak szeparálva a nézők a mozgó autóktól, és szigorúan betartatják a rendezők azt, hogy még véletlenül is történjen baleset. Az első, ez a legfontosabb dolog. Amíg ez nincs meg, addig lehetsz a legprofi pilóta is, lehet, hogy pont akkor történik valami az autóval, elkottázod, elrontod, mindenre fel kell készülni, és hát sokat kell gyakorolni. Nagyon-nagyon sokat. Ezek a pilóták profi. Én nem vagyok az. Nálunk ugye nem mérünk időt, itt a jókedvről szól, gyerekekről, felnőttekről, kipróbálhatják az autót még mindig testközelből, úgyhogy itt ez egy ilyen, ahogy a neve is takarja, hogy meg lett hirdetve, ilyen családias kis környezet, nem csak kartaliaknak, hanem a környékben élő embereknek is. Mennyire fogy itt a gumi? Egy autó hányszor kell, hogy cserélje mondjuk így egy 10-15-ig tartó rendezvényen? Hát az a kerekeket folyamatosan cserélik, ugye nem versenyszlikkel mennek, hanem sima nyári vagy téli gumival. 2-3 körönként cserélik ezeket a kerekeket, ami nem egyszerű feladat számukra. És ráadásul még meleg is van. A rally programok és az élményautózási lehetőség nem csak a kartaliakat vonzotta. A legidősebb résztvevő, aki néhány kör erejéig maga is beült a navigátor ülésbe, a szótról érkezett. Egy életem, egy halálom, mindent ki kell próbálni. Végül is, ha azt veszem, 14 nap múlva leszek 78 éves, nem szégyellem bevallani, születésnapi ajándékként fogom ezt fel. Nagyon élveztem a száguldást, és nagyon jó érzés volt. Lenne kedve továbbra is kipróbálni? Lenne bármikor, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, aki még nem próbálta ki, mert nagyon nagy élmény. Hát mindenkinek nagyon tetszik. Nyilván egy laikusnak testközelből látni, akár ilyen csúcs kategóriás autókat is, beülni egy jól megcsinált Ladába, vagy bármibe, ami versenyautó, tudod, annak van egy hangulata, tök mindegy, hogy mi az, azon kopog a kavics, az hangos, az belenyom az ülésbe, van oldalgyorsulás, szóval olyan dolgokat tapasztal meg a laikus, meg főleg a gyerekek, meg a fiatalok, amiket amúgy a tévén keresztül nem tudsz fölvenni. És valamiképpen a jövő autós generációját, vagy az autós nemzedékét, hogyha így neveled, vagy ebbe az irányba viszed, én biztos vagyok benne, hogy mi is felnőttünk valahogy. Nekünk is számítógép volt az otthonunk, meg a telefon, meg a tablet, és én úgy látom, hogy mind az összes ember, aki most itt van és autóztat, ezt
ingyen és bérmentve teszi, jó szívből teszi, mert ez neki is egy jól eső érzés. Szerintem jobb emberekké válunk azáltal, hogy egy kicsit így összetartozunk meg autózgatunk, haverokkal szerelgetünk, meg esetleg néha megmintat a rendőr, de nem szokott ilyen előfordulni. Ez egy ilyen jó közösségnevelő dolog. És a mai világban tudod, amikor mindenki a saját kis telefonjában van ott a kis avatarja mögött elbújva, annyira jó látni, hogy az emberek így megtalálják egymást. Szevasz, te is itt vagy, úgy gyere, mit van, és akkor tudod, egy közösség, hogy az emberi kapcsolatokat egyszerűen ápolja ez az egész. Aki a versenyautózásnál kevésbé hangos elfoglaltságra vágyott a kartali családi napon, az a délután folyamán részt vehetett a Kutyával egy mosolyért alapítvány képviseletében, Nagyné Tellér Gina habilitációs kutyakiképző által megtartott terápiás kutyás foglalkozáson, illetve Jánvári Gábor és Lados József látványos bemutatóján ismerkedhetett meg a rendőrkutyák és kiképzőik munkájával. Kartal Nagyközség önkormányzata a családi napra kilátogatókat a gazdag programkínálaton túl szeretett vendégséggel is várta. Ahogy az elmúlt 2 évben is, most is törekedtünk arra, hogy aki ide kijön, annak ne kelljen pénzt hozni. Tehát itt nem szerettük volna azt, hogy a lakosok között társadalmi megkülönböztetés legyen. Azt szerettem volna, hogyha kijön ide egy szülő, akkor ne kelljen azon gondolkozni, hogy egy gyermeknek megvesz egy hotdogot, vagy egy ebédet, vagy egy limonádét, ezért úgy gondoltuk, hogy hasonlóan az előző 2 évhez nem fellépőkre költjük a költségvetésünket, hanem egy szeretett vendégségre. És a szeretett vendégség az arról szólt, hogy teljesen ingyenesen kapták a gyerekek, a felnőttek, bárki, aki ide hozzánk betért, legyen az kartali vagy környező település, limonádét osztottunk nekik, hotdogot készítettünk reggeltől, pörköltett tésztával, ezen kívül pásztortarhonya, gulyásleves, tehát teljes mértékben próbáltunk kielégíteni a lakosok igényeit, illetve ezen kívül még fagyival is kedveskedtünk a gyerekeknek, ez mind ingyen. A kartali önkormányzat megbízásából főztünk 130 kg sertéshúsból pörköltet. A lakosság részére lett ez előállítva, bárki jöhetett és fogyaszthatott belőle. Hogy tudták ezt az ételt elkészíteni? Ez nem kis mennyiség. Kik voltak a szakácsok? Hát a szakácsok mi ketten, és van egy külsős, a barátnőm, aki besegített. Ugyanakkor az önkormányzatból a köztisztviselők is, már tegnap előkészültünk, tulajdonképpen a hagymákval, amit meg is dinszteltünk előre, és a húst viszont kockázva kaptuk a kartali húsboltból. Ő nagyon sokat segített ezzel, úgyhogy végül is sok mindent előkészítettünk. És így pont 12-re készen volt a pörkölt, és a iskola konyháján főzték ki a tésztát. Ebből a 130 kg húsból hány adag készült el? 1300 főre főztünk, ennyi lesz kiadagolva. És a 700 már azt kiadagoltuk, és körülbelül még 5-600, amit még estig el is fog fogyni szerintem. Véleménye szerint, hiszen már tavaly is főztek ilyen formában a rendezvényen, hogyan fogadják ezt az emberek, és egyáltalán ennek a rendezvénynek milyen létjogosultsága van a településen? Hát szerintem nagyon nagy, nagyon sokan kijönnek, családok. Én szerintem ez egy nagyon jó ötlet, meg a falunak is jó hozzáállása van különben ezekhez a rendezvényekhez. Szeretnek kijönni, és mindenki dicséri. Tehát itt jóformán tényleg minden ingyen van, és
barátok, családok kijönnek, és ez nagyon jó. Kik viseltek ilyen pólót, amilyet ön, hogy ahol a sasok magasan szállnak? Hát jelen pillanatban csak a hivatal dolgozói, de a jövőben majd szeretném, hogyha nagy tételbe tudnánk ilyen pólót gyártatni, hogy ne csak a hivatal dolgozói, hanem aki úgy gondolja, akár a szervezők, vagy aki úgy gondolja, hogy Kartaliként szeretne egy ilyen pólóban megjelenni, akár rendezvényen, akár más településen, bármilyen eseményen, akkor igenis büszkén viselje az, hogy ő Kartali, és hogy ugye Kartal szó az egy török eredetű szó, sast jelent. A sasmadár azért azt gondolom, hogy az állatvilágban, meg hát ha madarakat nézzük, mégiscsak a madarak királya, egy agresszív, és azt gondolom, hogy a kartaliakra jellemző, hogy azért mi egy picit agresszívek vagyunk a szó nemes értelmébe, magasan is repülünk, és remélem, hogy a elkövetkező időszakban is magasan fogunk repülni és szárnyalni. Kiknek köszönhető a rendezvény, kik voltak azok, akik nagyon igyekeztek oda tenni magukat a szervezésbe? A rallit tekintve egyértelműen Baranyi Tibort hangsúlyoznám ki. Tiborral már 2 évvel ezelőtt az önkormányzat szervezett ilyen rallinapot. Baranyi Tibor versenyszerűen űzi a rallit, és hát ugye nagyon sok ismerőse van, barátok, versenytársak, akiket ide tudott hozni, tehát a fő szervező a rally terén a Baranyi Tibor volt, a családin a főzőversennyel kapcsolatosan pedig hát a hivatal, művelődési ház, kihangsúlyoznám Vargáné Margót, akit összefogta ezt az egészet, illetve hát ugye itt volt a jegyzőasszony, képviselőtársaim, alpolgármesterasszony, tehát velük együtt közösen építettük fel ezt az egészet. A megszervezés alkalmával mi motiválta önöket, amikor a programokat összerakták, összeállították? De egyrészt a fő prioritásban az volt, hogy az utakat adjuk át, illetve az aszfalttal kapcsolatosan szerettünk volna egy olyan programot összehozni, ami ezzel a projekttel párhuzamosan tud működni, és mi lehetett volna ennél jobb, hogy az aszfaltot kipróbáljuk, hogy valóban a kivitelező megfelelő munkát végzett, mint az, hogy egy rally szerveztünk itt. A rally során itt a gumi füstölgéstől kezdve, a gumi csikorgatás, nem is tudom, hogy nevezik ezt szaknyelven, minden történt, tehát itt alaposan a fiúk egész nap próbára tették az utat, tehát ennél azt gondolom, hogy ennél jobb műszaki ellenőrzés nem is történhetett volna. Hát majd a kivitelező az jöhet vissza a következő héten, és akkor az aszfaltot és a patkát majd rendbe teszi, de megnyugtatásul mondom a kartelieknek, hogy még nincs kifizetve, tehát teljesítés előtt leteszteltük az utakat. A gyerekeknek korcsoportonként aszfaltrajzversenyt szerveztünk meg, és hát ugye, hogy a lakosság is azért, a felnőttek is jól érezzék magukat, már a tavalyihoz hasonlóan már várták, hogy legyen megint főzőverseny, hogy összemérhessék a tudásukat, illetve ugye itt a játszótér adta lehetőségek, illetve a gyerekprogramok, ugrálóvárak, tűzoltóautó, rendőrautó, bohóc, arcfecstővel, lovaskocsikáztatással egybekötve, azt gondolom, hogy minden rétegnek egy picit adtunk egy pici szórakozási lehetőséget, hogy ez a napjuk egy picit más legyen, mint a hétköznapok.